A borongós idő ellenére sokan voltak kíváncsiak a hétvégén arra, milyen finom ételek készültek a noszvai kemencésnapok portáin. A kétnapos gasztronómiai programot már több mint 15 éve rendezik meg Noszvajon, azzal a szándékkal, hogy ápolják a helyi hagyományokat. A kemence az egy olyan speciálisan környékbeli, és itt a környéken leginkább noszvai szokás, a kemencében sütés, sőt, hát mondhatnám még ugye az aszalást is, mert azt is kemencében készítették, az a szalványokat is itt régen az emberek. Úgy gondoltuk, hogy ezt a hagyományt mindenféleképpen nagyon fontos életben tartani. A főzőversenyre 7 csapat jelentkezett, akik a település különböző helyszínein főzték az ételeket. Ebben az évben helyiek főztek, de egy csapat érkezett vidékről is, méghozzá Turistvándiból. Ők saját készítésű mobil kemencét hoztak, abban készítették az ételeket. Töltött pontyot hoztunk, töltött libanyakat, töltött marhadagadót, és áfonyás, szilvalekváros, meggyes, somlekváros paraszt süteményt végül, az egy tirpák sütemény, ami 20-30 éve eltűnt. A versenyen megosztott első helyezést kapott a Rákóczi Vendégház és a Tumerer Pincészet csapata. Az előbbiek kacsacombbal, az utóbbiak cserépedényben készült, erdei gombás marhapofával és pirított polentával versenyeztek. Bucsek András mesterszakács úgy fogalmazott, a legfontosabb a kemence megfelelő felfűtése. Ez az elsődleges dolog, mindig azt szoktam mondani, hogy akkor esünk neki kemencét használni, amikor ismerjük minden csínyát-bínyát. Ugye minden kemence más, ha ezt lehet mondani. Hát nekünk itt a pincénél 4 darab kemencénk van, és azt lehet mondani, hogy tényleg mindegyiket másképp kell felfűteni időtartamot tekintve. A kastély udvarán és az előtte lévő utcában kézműves és kirakodó vásárt tartottak, de emellett gyerekprogramok és koncert is várta a látogatókat.